gyermekfarsangot tartanak Kárpátalja központjában, a ma már szórványnak számító Ungváron. A vízkeresztkor kezdődő és hamvazó szerdáig tartó, évszázadok óta létező farsangi ünnepkört a vigasság és a jókedv jellemzi. A kicsiknek szóló mulatság egyik szervezője, az anyaországi Petőfi Sándor program Ungvári ösztöndíjasa. Szerettünk volna egy ilyen kicsit ilyen folklór hatású farsangot szervezni. Elsősorban táncprodukciók bemutatása és táncházak egymás utánisága adja a keretét, de ezen kívül van tombola sorsolás még, illetve fánk és lekvár, házi lekvár kóstoló verseny is van a rendezvényen. A télvégi ünnephez számtalan népi hagyomány is kapcsolódik. Az ungvári járási Palágykomorócon a régi idők farsangi szokásai közül a legismertebb a hajadon lányok kicsúfolása volt. Ilyen szokások voltak régen, hogy a lányoknak akkor a férhez kellett menni. Amik nem ment férhez, hát azt kicsúfolták. Hát igyekezett mindenki, hogy férhez menjen, ha volt kihez. Na és akkor a farsangba után pedig kaptunk új ruhákat is, mert hát mégiscsak lányok voltunk, mindig igényeltük a szép ruhákat, meg a különös ruhákat. Kárpátalja ezen vidékén az egyik legnépszerűbb, máig élő hagyomány a farsangi fánksütés. A községben nagy hangsúlyt fektetnek a szokások felelevenítésére, ezért a helyi örökzöld nyugdíjas klub néhány tagja délutáni tésztadagasztásba kezdett. Az én nagymamám apai ágon református volt, és mielőtt a kenyeret megszegte volna, mindig rárajzolta a keresztet, és én mint gyerek megkérdeztem, hogy mama, hát ezt miért csinálod? Azért jányom, hogy így. Hogy azért jányom, hogy a Jóisten áldása legyen rajta a munkánkon. A farsangi fánk népszerűsége állandó, így nem hiányozhat a hagyományos ételekkel megrakott ünnepi asztalról sem. A farsangi fánkot általában nem csak farsangkor szokjuk sütni, hanem máskor is más alkalommal, mert ezt a gyerekek, az unokáim is szeretik, és igyekezek minél többet átadni nekik a tudományomból, amit megtanultam a édesanyámtól. Öltözzünk fel maskarába, csiribiri bundarók, amely viradatik áll a bár. Mint minden jeles ünnephez, a farsanghoz is hozzátartoznak a jókívánságmondó és adománygyűjtő szokások. Ezek a magyar nyelv területen mindenütt megtalálhatók. Palágykomorócon a hagyományokhoz híven idén is jótékonysági batyusbállal búcsúztatták a telet, összekötve a szórakozást az adományozással. Láttuk azt, hogy mennyi rászoruló van a községben, és egyre inkább ez a mai gazdasági helyzet egyre inkább rászorulóvá tesz sokakat, különösen a periférián élőket, és úgy gondoltuk, hogy elsősorban nem kívülről kell várni a segítséget, hanem próbáljunk magunk között valamit tenni azért, hogy segíteni tudjunk egymáson. A segítség most sem maradt el, hiszen a községben működő érdekvédelmi szervezetek támogatása jelentős. A helyiek is minden kezdeményezéshez örömmel csatlakoznak, hiszen a népszokások megtartása a közösség fennmaradásának alapjául szolgál. Én nagyon örülök annak, hogy ez a farsangi bár már hagyomány itt Palágykomorócon, mivel át tudjuk adni a hagyományunkat a gyerekeknek, a fiatalabb kornak, és ez összetartja a nemzetet, ami egy nemzeti identitást ad nekik, és tudják, hogy honnan jöttek, magyarok vannak, és ezt tovább tudják adni majd a saját gyerekeiknek is. Faluhelyen és városban egyaránt felbecsülhetetlen az azonos gondolkodású, egymást segítő és támogató emberek közössége. Az idei farsangi összefogás eredményessége további reményt ad a kárpátaljai magyarságnak a fennmaradásért vívott mindennapi küzdelméhez. Ingyen cselédnek vitték a kitelepített magyar családokat cseföldes uraknak a 40-es évek végén. Egykori deportáltak mesélnek hamarosan az átélt szörnyűségekről.